Szevasztok, üdvözlet mindenkinek! Paranormális élményeinkről fogunk beszélni. Most az előbb idejövet elmentünk egy ilyen furcsa helyre. Romos épületek vannak. Előtte még fel volt építve. Szó szerint beparáztam, tehát olyan érzésem volt, mintha figyelnének minket. Ja. Én is ugyanezt éreztem. Tehát a fura volt, és még most is parázik a gyomrom. Arra a helyre gondolok. Milyen érdekes, hogy ilyen helyeken tényleg ilyen furcsa érzés jön rád. Nem lehet elmondani, hogy milyen érzés, nem? Hát tehát, igen, ezt nem lehet elmondani. Belső nem is félelem. Nem félelem, csak olyan, mintha, hát nem lehet elmondani. Szerintem ilyen parádás, hogy ráparádol a dolgokra, nem akarsz, hogy elindulni se előre. Mert igen. Pont. Mintha megérné valamitől, vagy mintha... Én megérhetném azt, hogy tényleg valami történni fog. Ilyen sok emberrel történik, mert velem is volt már ilyen, hogy megérzem azt, hogy baj lesz, és volt is, nem is kevés. Pont Zole megindult arra beljebb, hogy körülnézünk, és akkor pont én voltam, hogy kicsit itt beparáztam, hogy úristen, lehet, hogy itt furcsa, meg lehet, hogy valaki van itt, vagy lehet, hogy valami olyan legyen, aztán Zole mondta, hogy jó, rendben van. Kicsit beljebb akart még menni, akkor mondta, hogy inkább menjünk, mert úgy érzem, hogy egy kicsit para. De ő is el tudja mondani, hogy igazából ő mit érzett, amikor oda beléptünk, mert bevallom őszintén, amikor így oda beléptünk arra a helyre. Körben hát most már romos az épület, de... Körbenéztünk, húbasztus. Tisztán olyan érzés, halálfélelmem volt. Mint ha tényleg valaki figyelne, mint ha valaki ott lenne és nézett volna minket. Azért mentem direkt előrébb, hogy körbenézek, hogy nem látok valakit. De nem láttam, hogy most semmit, ilyen mondjam, furát éreztem, furát, nagyon furát. Még ilyen nagyon nem éreztem, amúgy voltam már ilyen érzésben amúgy, de nem sokszor, csak háromszor talán vagy négyszer. És nagyon furát éreztem. Eléggé érdekes érzések kavarogtak bennem, még most is tényleg így visszagondolva, eléggé belül így ilyen remegés fog el. Nem is félelem, hanem ilyen furcsa... Para. Félelemnek nem mondanám, aggodalomnak sem mondanám, hanem ilyen belső tudat alapján történik valami. Amikor bemész egy olyan helyre, ami ismeretlen, főleg egy ismeretlen helyre, persze, környezetre, ismeretlen, és furcsa érzést támad elő. Igen. Tehát ez ilyen... Ez a legszarabb. Ez a legszarabb. Főleg meg akarjátok ismerni a helyet, meg akarjátok érzést, de elkap egy olyan érzés, hogy valami történhet, para, vagy pláne egy kis félelm is, vagy akár egy kis remegés, hogy valami, mint a hozzámért volna, vagy valami, és akkor hirtelen nem tud megnézni a helyet, pedig neked tetszik, neked jó lenne az a hely, ottan akár videót is csinálhatnál, akármit, fényképeket ottan, mert jó a terület, szép a hely, és nem tudsz, mert ide beparázol, vagy valami, ez a baj, hogy ilyen érzések vannak, és ami az érzések amúgy sokszor amúgy csalnak, de legtöbbször az igazat. Hihetetlen, de tényleg szeretem az ilyeneket, meg szeretjük ezeket a kihívás dolgokat. Nem tudom, tehát én úgy vagyok fel, hogy ki kell próbálni ezt is. De inkább hallgatunk a megérzéseinkre. És annyira nem megyünk bele, mert ha úgy gondolnánk és úgy döntenénk, hogy kit érdekelnek az érzéseink, nem foglalkozunk az érzésekkel, ha tényleg a belső hanggal, valami... akkor lehet, hogy tényleg olyan dolog történik, amit lehet, hogy a videó felvételen borzalmas lenne is átélni. Úgy, hogy nem csináltunk felvételt, most úgy így lelkileg egy kicsit így zavaró, és tényleg fura. Bár most nappal van, és mégis tényleg így nem tudom, tehát a mellkas környékén egy szorító, ilyen hú, inkább nem menj oda, nem menjél beljebb. Jobb, hogyha kijebb mész, inkább menj, mert valami furcsaság van ott. Ja. Igazából vonz a dolog, hogy hú, mégiscsak érdekel a dolog, de néha taszít. Tehát, hogy igen. Kihívás az jó, ugye. Csak persze. Kockáztatni. Csak azért nem mindegy, hogy milyen. Hát azaz. Most akkor csinálhatnánk bármire videót, fölvállom, hogy fára, aztán leugrok onnan, mondjuk a közepéről, meg ott ne előzni van. Igen, mint a banánföldekre, ugye banánfára fölvállzik, és leugrik, ujjjjjj, és ennyit. Ja, aztán öngyilkos merényletet nem akarok csinálni. Azt azért csak nem tudom. De amúgy tényleg az ilyennek... Most elnevettük ezzel amúgy. De amúgy tényleg amúgy ez a közömű...
Gyerekek, ezek a para dolgok. Én sok helyen voltam már, így voltam egy-két helyen, meg vannak ilyen helyek, csak messzebb kéne menni, most gyalogolni nem akartunk annyit. Ja, meg amikor jaj, te, nem tudom, hogy hol voltam. Volt egy csávom, most a haverom, voltam nála, aztán megijedtem, mert hirtelen lekapcsolt a lámpa. Kérdezem a haveromtól, ez miért kapcsolódott le? Azt utána jöttem rá, hogy tapsal működik. Tapsoltam egyet, hirtelen lekapcsolt a lámpa. Tapsoltam még egyet, működött, fölkapcsolt. Ebben azért hirtelen megijedtem, azt hittem, hogy valami baj van. Hát elkezdi, semmi baj, csak a tapsal működik. Na mondom, mi van? Csak így néztem. Mi van? Vagy amikor volt olyan, hogy otthon voltam, aztán pont bennültem a gépet, és furcsa zörenyek volt, leesett a pohár, vagy nem tudom mi volt, kimegyek, és tényleg le volt esve a pohár, volt, amikor akkor esett le pont a pohár, amikor kimentem mondjuk pont a másik szobába, kutya ugye aludt a depi, és bum, egy nagy csattás kutya is felugrott, elkezdett kifelé szaladni a ajtóhoz ugatni. Hát mondom, ez hihetetlen, mondom, hogy senki nincs itt, ez leesik a pohár, volt, hogy mozgott a csillár, volt olyan, hogy olyan volt, mint a kopogtak volna. De érdekes, hogy volt olyan, hogy tényleg úgy éreztem, mint a kopognának, és a kutya nem is reagált rá. Mert volt olyan, hogy olyan kopogás volt az ajtón, mint azt hallottam, és kimentem. Mondom, hát hogy a kutya nem jelzi, megyek ki sehol, senki, kutya alszik ugyanúgy. Hát lehet, hogy mert hogy... Vagy ő nem érezte, vagy nem tudom. Nem érezte, lehet, mert a szerelemeknek amúgy nincsen szaga. Jaj, akkor nincs. Hú, gyerekek! Volt egy olyan, amikor így megidéztük ezeket a szellemeket. Van egy olyan, ez az idézés. Ugye egy körbeülünk, leraksz egy porad meg, hogy megmozdul a pohár, és engem mindig ezzel paráztattak, hogy mozog a pohár, vagy bezáródik az ajtó, aztán én sajnos a gyerekként persze, hogy elhiszi az ember, és nem tudom, hogy a többiek egyszerűen nem voltak már szobában, csak én egyedül. Mire rájöttem a vége felé, gyanús volt, hogy az erkélyen ki lehet menni, és le lehet mászni. És hát ők kimásztak, meg valahogy becsukták azt az erkély ajtót, és kimásztak, csak én voltam egyedül. És akkor minden mozgott, meg nem tudom, mi van. És kiderült, hogy ők valami madzagszerűséggel csinálták az egészet, vagy én nem tudom, hogy. És ezzel próbáltak többször, de aztán rájöttem már így, hogy jó van, csak csináljátok, eljátszom, de elhinném. Először tényleg elhittem, hogy bezárult az ajtó. De furcsa is volt, hogy bezárul az ajtó fényes nappal, süt a nap, meg minden, ott kint valaki mocorog, meg zárzörög, magától nem tud zárulni az ajtó, ha be nem zárják. Fura volt. Vladiméri, meg nézd az ablakba, hogy melyik. Ja, meg a kör. Húr Isten, gyerekek, én a horrorfilmet nem szeretem. Ilyen aki film. Szereti a horrorfilmet, az biztos, hogy bátor, de azért hú, tehát engem kiráz a ideg. Még most de lehet, hogy akárki megnéz egy horrorfilmet, és lehet bátor az ember, de akkor is. Olyan ember nincs, aki nem félne valamitől. Ez az, tehát például a bikafuttatás is egy érdekes történet. Úgy tudom, hogy még van, ugye? Nem tudom, van még olyan bikafuttatás? Tudod, amikor a bikákat ráengedik? Hol is volt? Mexikóban vagy hol? Spanyolban vagy hol? Spanyol? Nem tudom, valahol Mexikó, nem? Valahol ott. De tehát az is elvileg ott is azért elég sok balesetet történt. Hát meg rengeteg valami eset, ami nem szép. Most erre is rá gondolni bár. Itt is voltam ugye a városban is egyszer, azt hiszem, bika. Ott, ahol most az a bank van, tudod. Ne. Valahol ott is volt. Ha jól emlékszem, volt. Volt, jó. Hű, most gondolod, itt ülnék, és itt szaladjálnának, szaladna egy győző, hogy valamilyen csorda, hogy Jézusom. Volt egyszer, amikor jöttem erre levideózni, és... pont velem szembe állt egy jó nagy darab termetű szarvas, vagy őz, vagy nem tudom. Hát jóval messzebb volt tőlem, de azért hát nem lehetett tudni, hogy most ő egyedül van-e, vagy többen vannak, mert most megindulsz, lehet, hogy egy 20-30 meg elkezdett ugrálni ezt agyontaposnak, mert hát ilyen helyen vannak. Ja, parázs dolgok vannak. Az a legrosszabb, amikor álmodsz valamit, mondjuk olyan dolgot álmodsz, hogy szörnyekkel találkoztál, vagy csak egyszerűen szörnyek ott voltak körülötted. És akkor ide fölébredsz így, arra megrémülsz. Nem csak, hogy felébredsz, megrémülsz, hanem így teljesen ráparázol, és egész nap úgy érzed, mintha tényleg körülötted lennének, ott volnának, és tényleg téged akarnának is, mintha hozzád szólnának. Persze. Vagy volt olyan, amikor valaki hozzányúlt a vállamhoz, azt gondoltam.
És nem is egyszer volt. Hú, az leg, nem tudom, most ez egy jó olvasa lesz. Ez nem történt velem, de amúgy egyszer volt olyan, hogy álmodtam ilyen rémekről, és akkor valaki hozzájött a vállamhoz, hitel, meg akartam fordulni, hogy beverni neki, már készítettem, hogy te mi érdeklőben, beverek neki, hitel, megfordulok. Az itt ilyen, láttam, hogy a tesó van, de azt hittem, hogy padeg, tényleg arról az van mögöttem, akiről álmodtam. Padeg már majdnem bevertem neki. Én is voltam, hogy azt álmodtam, hogy UFO-val találkoztam, még fura volt, tehát így. Például pontosan azt álmodtam, hogy kiültem a konyhában, nem tudom miért, valamiért ültem a konyhában, aztán újságot olvasgattam, vagy nézegettem az újságot, este volt, meg ja, meg ettem valamit, aztán lehet, hogy valami ilyesmit álmodtam, vagy ettem, vagy nem tudom, és egyszer csak megjelent egy UFO. Tehát nem tudom, milyen ilyen zöld, vagy ilyen trutymós, és ennyi, tehát ez volt az álmom. Ja, nem hiszek az UFO-kban, de úristen, tehát. Este sötétben gondol, de mész végig valahol olyan helyen, ami kihalt, és csak te vagy, vagy ketten vagy, úristen. Ja, igen. Amúgy én sok mindenfélét álmodok. Amúgy a legtöbb filmet, ha így nézek így tévében filmet, akkor én mindig azt álmodom, hogy én benne vagyok a filmben. Én vagyok a főszereplő, és ha mondjuk én ugyanaz van, ami a filmben van, mondjuk meghalok, vagy mondjuk vagyok túlélem, vagy akár mindent, ami, ahogy van az a film. És sok minden, én az összes mindent, amit így láttam, a legtöbb filmet mindig arról álmodtam. Sokszor amúgy horrorfilmet nézek, még abban is beleálmodom magam, hogy rendesen én vagyok ott, vagy minden, mondom, amikor fölkelek reggel, át is gondolom, hogy most mi van. Kicsit ráparáztam erre a videóra. Hát ez, komolyan elkezdtem parázni most, hogy itt vagyunk, és így erről beszélünk. Tényleg ilyenkor, bevallom őszintén, amikor egyedül videózok, mondjuk pont akkor Zola nem ér rá, akkor ugye sokat járok erre a helyszínre, azt most nem mondom ki, hogy hova, de nagyon ritka, hogy itt vagyok, és amikor egyedül videózom, akkor beparázok. Tehát valamikor így a videó felén én így elkezdek körbe-körbe nézelődni, így elnézést kérek, hogy néha körbe-körbe forgolok. De olyankor tényleg azt gondolom, hogy itt tuti, hogy van valaki, és figyel. Lehet, hogy nem valódi és élő személy, de így lelkek, most nem akarok csúnyán mondani, halott lelkek, szellemei lehetnek akár bárhol. Tehát lehet, hogy azt gondoljuk, hogy csak este gondoljuk azt, hogy ilyen para dolgok vannak, nappal is megtörténhetnek, minden egyes pillanatban. Tehát tényleg, úgyhogy valamikor így tényleg folyton fürkészem, hogy mi van, mert itt mellettünk meg mennek az autók, oké, csak most sötétben lennénk, itt kicsit furcsa volna. Hát egyszer úgy is lesz majd ilyen, majd nem tudom, tehát lehet, hogy keresünk majd ilyen parázs dolgokat. Ja. Lehet, hogy úgy, de szaladni nem fogok tudni, mert futni nem tudok. Maximum biciklivel értem vagy, is akkor. Vagy lehet, hogy hirtelen úgy megakadnánk ott egy félbe, mint a fele. Hirtelen szerintem a két szemünk fölállna, mint az izé. Így. Igen, igen. Aztán hirtelen lehet, hogy elsőt meg se tudnánk mozdulni, hogy olyat látnak. Tényleg olyan, amiről eddig nem hittünk azt, hogy létezik. Most mondjuk látnánk egy olyan személyt, vagy akár, aki tényleg úgy hallottunk róla, meghalt, vagy bármi, hiszen de szerintem én ott tudja, hogy összeszarnám magam. Lehet, hogy be is úgy áll. Az lehet. Most főhúztam ezt a jó kabátomat. Hány perce mennek a dolgok? 13 perce. Na jó van, ennyi lett volna a paranormális élményeink. Ja. Rengeteg minden van, és hogyha lesz valami paranormális élményünk, vagy olyan videó, ami... Vagy olyan helyet találunk, amit akkor lehet, hogy csinálunk róla a videót. Köszönjük szépen mindenkinek, aki velünk tartanak, az iskolának, és köszönjük, és... Meg mindenkinek. Igen. Sziasztok. Csát.